Köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Ferencnével, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodavezetőjével beszélgetünk, hiszen a Kuthen úti óvodában egy nagyon szép szakmai nap van. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Köszöntöm nézőinket, a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti tagóvodájában egy nagyon szép szakmai nap van, erről beszélgetünk Gulyás Ferenc intézményvezetővel. Szeretettel köszöntöm a Karcak Televízió nézőit. A vízvilágnapja van ma, ehhez kapcsolódik ez a mai rendezvény, vagy inkább egy nagyobb témakörtől el fel? Kifejezetten a vízvilágnapjára tettük ezt a napot, hiszen a zöld bázisovodai intézményünk a Szimovoda szervezésében valósul meg ez a mai nap. Láttuk már a múzeumparkban a tavasz köszöntő flashmobot is, akkor ez is ennek a folytatása. Így van, ennek a folytatása, ez a szakmai nap, amikor azok a zöld óvodapedagógusok, akik kiemelt jelentőséggel foglalkoznak a környezeti neveléssel, szakmai tanácskozáson, konzultáción vesznek részt, és az intézményünkben megvalósuló jó gyakorlatokat, a zöld óvodává válás folyamatát, a vízvilágnapjához kapcsolódó projektjeinket tekintik meg itt a mai napon. Sok idegen, számomra idegen óvónénit láttam, tehát akkor ez azt jelenti, hogy nem csak Karcagról vannak itt kollégák. Igen, Jászlóskun-Szolnok megyéből érkeztek, hiszen a Szim óvoda, zöld bázis óvodai intézményként Jászlóskun-Szolnok megye óvodáit fogja össze a környezeti nevelés területén, és a mai napra érkeztek Abátszalókról, Tiszabúráról, Homokról, Tiszaföldvárról és Jászkísérről. Ezekről a településekről, hiszen ezeknek a településeknek az óvodái ebben az évben szeretnének zöld óvodává válni, és ezt a folyamatát segítjük nekik. Azért is van a Kuthen úti óvodánkban ez a szakmai nap, hiszen a Kuthen úti óvodánk is zöld óvoda. Egy nagyon szép, megszépült új óvodánkba mutathatjuk be ezeket a programjainkat, ahol az udvaron található az a csodálatos alkotás, amelyet Györfi Sándor szobrászművészünk, karcagi szobrászművészünk alkotott 1995-ben a Mesekút Madarász Imre emlékére. Az előbb volt épp egy szünet az előadások között, és kimentek az óvónénik is, és úgy rácsodálkoztak, hiszen az itt lévő kuthenesek szóltak, hogy a kis békára vigyázz, és pont egy tűsarkúban volt egy óvónéni, aki megijedt, hogy hol van itt béka, de hát természetesen ott a szobor része volt ez a kis béka is, de azt láttuk mi is, hogy rácsodálkoztak, tehát mint a gyerekek, akik körbevették éppen a csordogáló kutat, ugyanúgy rácsodálkoztak ők is. Igen, hiszen nagyon kevés olyan óvodai intézmény rendelkezik, van, amelyik rendelkezik ilyen csodálatos művészi alkotással, ahol a gyermekekre ható művészetek ereje, a képzelőerő, a fantázia, a környezettudatossága, a vízfontossága együtt van és együtt lehet, és mi erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk 1995 óta, és ezt a mai napot is annak szenteltük, hogy a mai délelőttön Balajtin és Sütő Margit kolléganőm bemutatta azt, hogy hogyan is tud egy óvoda zöld óvodává válni. Ezt követően Andrássy Tiborné Editke környezeti nevelőnk bemutatja azt, hogy a zöldfaúti óvodában hogyan valósult meg a Párácska című, szintén a vízhez kapcsolódó projektünk, ami magába foglalja a vízzel való ismerkedést, a gyógyvíznek a hatását, a takarékoskodást, és mindent, amit a gyerekekkel ki lehet próbálni a vízzel kapcsolatosan, ezeket most bemutatjuk a mai napon, és hát ennek a napnak a zárása lesz, amikor majd ismét a kút körül egy picit a vendégovonénikkel és a környezeti munkaközösségünk tagjaival együtt leszünk, és a víz fontosságára, a vízzel való takarékoskodásra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hiszen ez a kút nem csak díszkút, hanem ebből a gyermekek inni is tudnak, lehet inni is, hiszen most is csobog a kútból a víz, ahogyan ezt láthattuk a délelőtt folyamán, és itt szeretnénk majd zárni ezen a nagyon szép helyen a mai délelőttöt. És mit is kell tudni erről a kútról? Azt mindjárt a helyszínen, hiszen most bejöttünk az épületbe, de a helyszínen megnézzük és elmondjuk, hogy mi is ez a csodakút. Kedves kolléganők, nagyon örülünk neki itt Karcagon a Madarász Imre Egyesített Óvodában, hogy ilyen sokan elfogadtátok a meghívásunkat, és a intézményünk Szim óvodája, a Jászlóskun-Szolnok megyei zöld bázis óvoda vendégül láthat benneteket itt a Kuthen úti óvodánkban, amely
két évvel ezelőtt újult meg, szépült meg, és egy csodálatos, gyönyörű óvodában adhattunk helyszínt a mai zöldbázis óvodai intézményi programunknak. Ennek az óvodának másik ékessége a városunkban, hogy itt az óvoda udvarán található az a mesekút, amelyet 1995-ben Györfi Sándor karcagi szobrászművészünk, Medgyánszki Munkácsi díjas művészünk alkotott. Intézményünk névadója Madarász Imre, óvoda alapító, városépítő, református lelkész, országgyűlési képviselő nevét 1995-ben vette fel az óvodai intézményünk. A Madarász Imre óvoda felkérésére készítette akkor Györfi Sándor művész úr a Mesekút Madarász Imre emlékére szobor alkotást, amit ő megálmodott, megtervezett és megalkotott az intézmény számára. Azóta több mint 20 év telt el. Ahogyan mondtam, az óvoda megszépült, megújult, de a mesekút az eredeti állapotában és az eredeti helyén csobog itt a hátam mögött, és élvezik a gyerekek a művészet közelségét és a természet közelségét ezáltal. Köszönetünket fejezzük ki az intézmény dolgozói nevében az óvoda akkori vezetőjének, Megyesi Imréné Katikának, aki akkor ezzel az ötlettel, az ő elhivatottságával, kitartásával, lelkes szervező és vezető tevékenységével létrehozta ezt az alkotásnak az ötletét, és hogy ide kerülhetett az óvodába, amelynek eredményeként most itt áll ez a csodálatos mesekút. A képző és iparművészeti lektorátus 1995-ben szakvéleményében így fogalmazott. A művészi mesekút közepén egy 70 cm-es nyolcágú bronz vízköpő áll, azon két szelíd jó sárkány védi a forrást. Védi a forrást és a béka királyt, amely a kút tetején ül. A kút melletti kősziklán a gonoszságát már elvesztő, fekete, támadó sárkány ül. A medencén, a burkolaton, az oszlopon összesen 25 egyéni megjelenítésű, életnagyságú békát helyezett el az alkotó, amelynek anyaga ugyancsak bronz. Az ivókút az egész környezetet meghatározóan megváltoztatja. Hangulatos, művészi és emellett funkcionális alkotás. A gyermekek képzeletvilágát megragadja sok invencióval, szeretettel, ötlettel a kitalált kompozíció. Magas színvonalú mestermű, mely az óvodás gyermekeinknek a művészet erejével, hatásával nap mint nap a felfedezés, a rácsodálkozás, a képzelet szárnyalását adja, s a kút vizéből szomjukat oldhatják a meleg nyári napokon. A víz világnapján a környezeti szemléletformálás, a tudatosság, a környezetünk megóvása, a vízzel való takarékoskodásra fókuszálunk. Ennek jegyében, kedves kolléganők, most valamennyiünknek lehetősége nyílik itt a mai szakmai nap végén, hogy a karcagi ivóvízből, a mesekútból kortyoljunk, kortyoljatok, és élvezzük a vízvilágnapján ezt a csodálatos tavaszi szép időt, és én azt kívánom, hogy érezzétek itt Karcagon jól magatokat. Bízom abban, hogy szakmai töltekezés a zöld óvodává válás programjában a bemutatott Párácska című jó gyakorlatunkkal sikeres volt, és elviszitek ezeket az ötleteket, saját óvodáitokba meg tudjátok valósítani, és az együttműködésünk, amely ma elkezdődött, folytatódni fog. Örülök, hogy itt vagytok velünk. Köszönjük szépen ezt a részletes kútismertetőt, reméljük, hogy sokan meg is csodálják, hiszen azért ez egy nagyon látványos itt az óvoda udvarán. Lesz a mai napnak folytatása? Igen, a mai napnak a zöld óvodák bázis programjai között májusban lesz a folytatása. Akkor azokat az óvodákat fogjuk vendégül látni, és
gyakorlati tanácsokkal, tapasztalatokkal ellátni, illetve mi magunk is fogunk gyűjteni, bízom abban az ő gyakorlataikból, akik már több év óta zöld óvodák. Úgyhogy erre a programra májusban a Szimovodába fog sor kerülni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen az érdeklődést!